Ezen a debreceni telephelyen készülnek a virágkocsik az idei karnevára. Több diák is segíti a szobrászok munkáját. Hát ez nem egy ilyen munka, ahol csak ülünk egy irodába és valami papírokat rendezgetünk, hanem szerintem ez nagyon kreatív, és jó végignézni, hogy elkészül egy ilyen szobor. Idén összesen 15 virágkocsi készül, köztük több debreceni magáncég intézmény készített virágkocsit. Ebből 5-öt hoznak át Nagyváradra az ünnepségek másnapján, augusztus 21-én. De más városok is bekapcsolódnak a rendezvény sorozatba. A Szent Korona virágkocsink már elvándorol Gyulára, a Minden Magyarok ünnepére. 6 éve hagyományom már, hogy a környező városaink egy-egy virágkocsit állítanak és indítanak útra a virágkarneválon, és ennek az az ajándéka, ha így lehet fogalmazni, hogy náluk is ez a kocsi megjelent. Nagyváradon bihari magyar és román tánc csoportok színesítik majd az ünnepi felvonulást. Nagyváradon a Rogérius negyedből a főtérre vonulnak a virágkocsik 21-én délután, este pedig az István a királyrock operát nézheti meg a közönség a Nagyváradi várban.